Folytatjuk is azzal, hogy bejárta a sajtót az a vélemény, ami a Budapesti Honvéd Kórház igazgatójától hangzott el a közmédiában. Szerinte nyugodt, szinte békebeli karácsonya volt a magyar egészségügynek ahhoz képest, hogy mondjuk a többi országban, amit sújt a koronavírus, ott milyen volt ez a karácsony az egészségügyben. Hogy a számok mit mutatnak, ehhez tudunk egy kis segítséget adni. Az új fertőzöttek számának napi alakulása az elmúlt 90 napban című grafikont érdemes megnézni, és ebből azért látszik, hogy valóban nagyon látványosan csitul az a hullám, az a negyedik hullám, amiben éppen most vagyunk. Hogyha mondjuk megnézzük azt, hogy október vége felé hogyan néztek ki a napi esetszám, akkor 6688 volt mondjuk október 25-én, és aztán ez ugrott föl november végére, mondjuk november 29-ei adatsora legmagasabbot, 27.830 új megbetegedés volt, és most pedig a legutolsó szám az 7.989. Úgyhogy tényleg úgy tűnik, hogy ez a hullám csitul, de hát ugye már arról beszélgetnek szakemberek, hogy az ötödik hullám az Omikron terjedése miatt azért januárra megérkezhet. Jó reggelt kívánok Rékasi Balázs orvosnak, egészségügyi menedzsernek. Ez volt az egyik állítás a Honvéd Kórház igazgatójai a békebeli karácsonyról. A másikat pedig Kunert Zsombor mondta itt az ATV híradójának, aki úgy fogalmazott, hogy az ellátás, a Covid-on túli ellátás az az 1920-as évek szintjére esett vissza, és idézek tőle, ilyen szempontból békebeli a helyzet, békebelien nézzük, ahogy meghalnak az emberek. Kunert Zsombor mindig erősen szeret fogalmazni. Hol lehet az igazság a két kijelentés között? Hát azért a sarkos kijelentésnek azért azt gondolom, hogy van alapja. Tehát Magyarországot azért és az egészségügyi ellátórendszert ez a most már közel majdnem két év alatt nagyon megviselte a Covid. És valóban igaz, hogy most körülbelül 4000 fölött van csak azoknak idézőjelben a száma, akik még a karácsonyt is kénytelenek voltak kórházba tölteni koronavírus fertőzés miatt. Azért egyikük helyébe se szívesen lennék, és azok a kollégák helyébe se, akik a karácsonyt avval töltötték, vagy most az ünnepeket alattval töltik, hogy ezeket az embereket próbálják segíteni, tehát minden tiszteletem egy részről az övéké. És valóban Kunert Zsombornak abban igaza van, hogy az egészségügyi ellátórendszer nagyon megszenvedte azt, hogy nem tudott átállni egy párhuzamos üzemmódra, nem tudta elkülöníteni a Covid ellátást, és nem tudja párhuzamosan az egyéb ellátásokat végezni. Ez is egy sajtóhír, és tudjuk azt, hogy 50 ezeren várnak különböző beavatkozásokra. Ez fantasztikusan borzasztó nagy szám, tehát azt látom effektíven, hogy az az osztályom, amely korábban mondjuk urológia volt, vagy ortopédia volt, az most Covid miatt foglalt. Azok az orvosok, akik korábban végezték a normális tevékenységüket, most ott vannak a covidos betegekkel, vagy ha már visszamennének és csinálnák a dolgukat, akkor sincs elég személyzet, nincsen elég egészségügyi dolgozó, hogy ott álljon mellettük a műtőbe, vagy a posztop el tudják látni a betegeket. Ezt a felhalmozódott esetszámot valahogy le lehet dolgozni, mert ugye nyilván nem arról van szó, hogy őket valahogy a várólistáról kezelni kell, mert közben folyamatosan jönnek az újabb betegek. Így van, ez ellen két erős ér van, ami ellene hat, az egyik az mindenképpen a finanszírozás. Az orvos szintjén megvalósuló finanszírozás. Ez év márciusától egy új finanszírozást született az orvosoknál, ami megemelte a bérüket, ez nagyon jó, de szintén egy ilyen kommunista megoldást vezetett be, hogy főleg az számít, hogy én hány évet töltöttem el az egészségügybe, teljesen mindegy, hogy hányat műtök. Idáig műtöttem 5-öt, most, hogyha műtök 2-t, igazából senki nem szól rám. Lehet, hogy lehetőségem sincs, mert kevés a műtő, kevés a személyzet, ahogy mondtam, egyik oldalról. Másik oldalon még a helyzetet súlyosbítja az is, hogy a kórházak is, akik korábban úgynevezett teljesítményfinanszírozásban dolgoztak, tehát érdekelt volt a kórház abban, hogy több beteget lásson el, a Covid miatt átállt egy ilyen fix finanszírozásra, egy ilyen historikusra. Régebben mennyit kaptál, most annyit kapsz, mert ha nem, mert egyébként megértem a kórházat is, mert nem tud esetleket ellátni a Covid miatt, ezért megkapja az elég. Tehát gyakorlatilag mindenki ül a kellemes, langyos állóvízbe, és a beteg jár ilyen szempontból rosszul, mert
nem alakultak ki ezek a párhuzamos utak, ezeknek objektív akadályai vannak, de a rendszer sem motivált, abban hiányzik a motiváció a rendszerből, hogy igazából több esetet ellát. Ez azért így egy elég borús kép, amit ő itt most felvázolt, mert úgy tűnik, hogy akkor ebből nem fog kimozdulni egyik fél sem, így kényelmes neki, a beteg meg csak éveket vár egy beavatkozásra. Hát azt gondolom, hogy ilyen szempontból jövőre mindenképpen a döntéshozóknak és a finanszírozással foglalkozóknak össze kell dugniuk a fejüket, és kitalálni egy olyan finanszírozási rendszert, visszatérni az előző teljesítmény alapú finanszírozásra, és plusz valami új változásokat kell bevezetni annak érdekében, hogy motiválják az orvosokat, és motiválják a kórházakat abban, hogy el tudjanak látni, és el is akarjanak látni több beteget. Most azt is mondja, hogy nem akarnak. Tehát, hogyha nagyon leegyszerűsítem, akkor belelustultak az orvosok ebbe a helyzetbe? Ezt nem mondanám, hogy belelustultak egyáltalán, szerintem rossz kifejezés. Inkább azt mondanám, hogy belefáradtak. Tehát van egy iszonyú nyomás a rendszeren, a Covid okozta gyakorlatilag fáradtság, ez inkább én azt mondanám, hogy egy kiégés és egy motiválatlanság. Effektíven, ahogy mondom, objektív akadályai is vannak, hogyha az én osztályom, ahová betegeimet fektettem, az másfél éve egyszer bezár, egyszer kinyit, most éppen zárva van, de lehet, hogy januárban már kinyitna, de mégse tud kinyitni, hiszen várjuk azt, hogy mikor rendül be Magyarországon az Omikron okozta járvány, és januárban az az előrejelzés és azok a várakozások, hogy nem lehet csoda, ami már Nyugat-Európában látjuk és tombol, az iszonyú sebességgel terjedő új fertőzés, azok itt is meg kell, hogy jelenjenek. Még egy témáról nagyon röviden beszéljünk, hogy ugye megint bejárta a sajtót az a hír, ami hónapok, hát egy negyed évente általában, hogy a kórházak adósságát kifizeti a kormány, ez most megint az ünnepek előtt megtörtént, most éppen 41 milliárdot fizettek ki, de hát ugye miközben minden drágul, és a béreken kívül több forrás nem jut az egészségügybe, abszolút prognosztizálható, hogy ez pár hónap múlva megint nagyjából itt fog tartani. Igen, ez az egész, ez egy ilyen rendszerhiba, és tényleg egy ilyen vicc. Most képzeljük el, egy kórházigazgatónak, vagy otthon az én háztartásomban három költségem van, ki kell fizetnem a béreket, ebben nem spórolhatok, mert ha nem fizetem ki, akkor elmegy. Ki kell fizetnem a gáz villanyszámlát, mert ha nem, akkor lekapcsolják. Mind tudok spórolni? Hát megpróbálok alkudozni, hogy akkor ne fizessem ki az olyan fogyóeszközöket, mint amiket rendelek időben, mint mit tudom, a műtéti kötszer, vagy a sebészolló, vagy a bármi ilyen fogyóeszközök. Tehát ezeket... Hát ez egy darabig lehet, de aztán utána nem fogja hozni a beszállító. Vagy nem fogja hozni a szállító, vagy beépíti az áraiba, mert azt mondja, hogy van nekem egy évek keresztül nem fizetett, azt a pénzt azt valahol nekem veszteség, tehát ez egy extra költség, tehát nem 100 forintért fogja adni azt az eszközt, hanem bekalkulálja, 120 forintért fogja adni jövőre. Ezáltal ez egy ördögi kör, mert ő számol avval, hogy nem kapja meg időbe a pénzét, egyik oldalt, másik oldalt, meg a kórház igazgató. Egyetlen egy számot tud mondani, hogy mennyi pénzt kéne betolni ebbe a rendszerbe, hogy ez ne így működjön, és ennek az ördögi körnek igen, Magyarország a GDP arányosan körülbelül 5%-át költi egészségügyre, ez most a Covid miatt fölment kicsit magasabbra, Nyugat-Európa országok a GDP-üknek kb. 8%-át ez költik forintban. Egészség. Ez forintban, ez plusz 1000 milliárd forintot jelentene, körülbelül annyit kellene az egészségügyre egy költeni. 25 ezer milliárdos költségvetésben. Igen. De ha azt vesszük, hogyha az egészségügyre való kiadások mindenhol a világon, mondom fejlett országokban a GDP-nek körülbelül 7-8%-át teszik ki, Magyarország ezt a közkiadásokból próbálja megspórolni, ez az emberek pénztárcájában úgy látszik, hogy a magánkiadások igen, aránytalanul és már ott is vannak várólisták lassan. Köszönjük szépen, hogy itt volt.